A Magyarok a világ 8000-esein elnevezésű expedíció a Kanchenjunga tragédiával végződött meghódítása után várhatóan befejeződik, mert egyelőre nincsenek olyan hegymászok Magyarországon, akik képesek lennének ilyen feladatra. Ezt az ATV híradójának kérdésére válaszolta hazaérkezése után Kollár Lajos, az expedíció vezetője. Kis Péterről azt mondta, hogy kiváló teljesítményt nyújtott, de tapasztalatlan volt, amikor visszafordult, hogy segítsen Erős Zsoltnak. Hazahozta Kollár Lajos azokat a fotókat, amelyeken egyértelműen felismerhető Kis Péter hegymászó holtteste. Erről újságíróknak és fotósoknak beszélt a repülőtéren a Magyarok a világ 8000-esein elnevezésű expedíció vezetője, miután hazatért Nepálból. Megismételte, nem számított arra, hogy Erős Zsolt annyira legyengül, hogy nem tud lemászni. Arra sem gondolt, hogy Kis Péter képes visszamenni Erős Zsoltért. Ebben tapasztalatlan volt a fiatal hegymászó, nem tudta, hogy 8000 méter felett nem lehet emberségesnek lenni. A szíve. Az a szíve vitte vissza. Bizony, bizony. Amit nem lehet volna szabad. Szóval nehéz ezt kimondani, még ha Erős Zsoltot is kell pátyolgatni és menteni, ezt nem lehet. Ha a Peti bekapcsolja, akkor a rádiót, én lebeszélek róla, egész biztos, de Peti nem kapcsolta be a rádiót. Akár fél liter folyadékon is múlhatott Erős Zsolt élete, de mint Kollár Lajos elmondta, a tapasztalt hegymászó máskor sem ivott sok vizet, így csak találgatni lehet, mi vezetett a kimerüléséhez. Az ATV híradójának kérdésére, hogy vezetne-e legközelebb is expedíciót, azt felelte, nincsenek hadrafogható hegymászók Magyarországon. Most azért elfogyott ez a muníció, egy álom most itt megállt egy pillanatra. Nem nagyon van, nincs kivel Magyarországon. Kollár Lajos határozottan nyilatkozott. Mondogatta, hogy túl kell lépni a tragédián, hiszen Erős Zsolt is így gondolná. Mégis elérzékenyült. Nekem nagyon nehéz. 10 évünk ment el egymással. És nem eredménytelenül, ráadásul. Erős Zsoltnak és Kis Péternek május 20-án sikerült feljutnia a Nepál és India határán lévő 8586 méteres Kanchenjunga csúcsára. Onnan nem tértek vissza.